A június első hétvégén zajló megmérettetésen 115 versenyző 10 pástól mérhette össze ügyességét. Az első napon az egyéni küzdelmekre, majd vasárnap a csapatversenyekre került sor. A Tungsam csarnokba 13 egyesületből 67 fiú és 48 lány érkezett a nagykanizsai torna élet által rendezett újonckart országos bajnokságra. A pengeforgatók jó hangulatú viadalon bizonyíthattak. A hosszas előkészítés után tudtuk idézőjelben megszerezni ezt a versenynek a megrendezését. Minden évben pályázunk arra, hogy versenyeket rendezhessünk helyben. Ez nagyon fontos nekünk abból a szempontból, hogy a helyiek tudomást szerezzenek arról, hogy van ilyen verseny Nagykanizsán, illetve hogy az utánpótláskorban, tehát ez a 10-18 éves korig vannak versenyzőink, hogy motiválni tudjuk azokat a gyerekeket, akik még nem járnak vívni, vagy akik még nem ismerik ezt a sportágat, kicsit népszerűsítsük az ő körükben is. És kinek ajánlják a vívást? Igazából a vívást nagyon sok gyereknek ajánljuk, főleg azoknak, akik szeretnének valamilyen mozgásformát elsajátítani, ami nem a szokványos. Tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik a labdajátékokban nem annyira ügyesek, mert ahhoz kell egyfajta labdaérzék. Tehát mind a kosárhoz, röplabdához, ez sajnos kell egy labdaérzék, ami nem minden gyereknél van meg. Viszont ezek a gyerekek, azok nagyon szívesen várjuk őket, illetve nagyon örülünk annak, hogy sokan jelentkeznek, hogy egy másfajta mozgást tudnak kipróbálni. A lányoknál kiemelteném azt, hogy főleg azok, akiknek alacsony az önbizalma, azok egy kicsit meg tudnak erősödni ezáltal a sport által, és nagyobb önbizalmat tudnak szerezni a többiekhez szemben, és így ezt a tanulmányaikban tudják egy kicsit kamatoztatni. A Nagykanizsai Egyesületben jelenleg 60 gyerek vív. Kis György, edző, vívásban töltött ideje alatt 100 vívó palánta nőtt fel. A személy voltam az első, aki kinevelődtem, mint edző, végig jártam ott is a Szamárlétrát, segédedző, edző, TF-re, és akkor miután én mellékállás, utána jön a főállás, és én főállású vívó edző voltam, egész addig én nyugdíjban nem mentem. Most, hát arról kellett gondoskodnom, hogy már 35 éves koromban, hogy az utánam jövő is legyen. Hát én úgy számol, olyan 18-20 emberkét neveltem föl vívóedzőnek. Most hát eredményt is elértünk azért itt ott. Az igazda várospolgármestere büszke arra, hogy a vívás sok éves múltra tekint vissza. Hála Istennek van olyan terünk, ahol a vívást jól lehet űzni. Hamarosan lesz egy kanizsa arénánk is, ahol akár még komolyabb nemzetközi szintre is lehet vinni vívóversenyeket. Szóval a vívás olyan sport a fiatalok számára, ami a kiteljesedésüket szolgálja. Ezért vagyok szívesen egy-egy ilyen ünnepi alkalmon, mert egy országos verseny az annak számít. A szombati férfi döntőre kora délután került sor. Az izgalmas összecsapáson a Vasa sportolója Monori Mátyás győzött. Én 7 éve kezdtem vívni, a sulinkban volt ilyen vívás, és akkor a fél osztály, háromnegyed osztályot kezdte el, és akkor én is elmentem. De így szépen lassan így mindenki abba hagyta, én meg elmentem egy klubba ugye az edzővel, az MTK-ba, és onnan átmentünk a Vasasba. Én úgy jöttem ide, hogy én ezt megnyerem, de nem bíztam el magam, mert akkor még vesztettem volna, de egyébként én az elődöntőt nehéznek éreztem, de ugye a döntőre már fejbe ott voltam, úgyhogy jó volt. A nagykanizsai torna élet versenyzői közül Nagy Zsombor a 19. helyen végzett, de külön díjban részesült. Hát most már lassan 5 éve vívok, és hát ugye Szilágyi Áronnak a második olimpiai bajnoksága győzelme miatt kezdtem el én is vívni, és hát ez motivál, hogy én is olyan legyek, mint a legjobbak. Nagyon erős a mezőny, és hát eléggé nehéz ellenfelek voltak. Táblán ugye a 32 között hát nem sikerült ugye nyernem, de hát ő is egy nagyon erős ellenfél volt, és gratulálok neki, hogy sikerült nyernie. A női döntőt Szabó Poldi nyerte.
6 éve vívok. Anyukám ajánlotta harmadikban nekem, hogy választom ezt a sportot. Addig nem csináltam semmit, úgyhogy első alkalommal találtam ezt meg, nem bántam meg azóta se. Már eleve sérültem, jöttem ide, de próbálkoztam, hogy nem vele foglalkozni és teljesen a versenyre koncentrálni. A helyiek büszkesége Kis Dorottya egyéniben a 14. helyen végzett. 7 éve és a család többi tagja is vívott, szóval azért választottam ezt. Hónapok óta heti 5 edzésen vagyok, és elég sokat készülök erre. Az igazán jó eredmények eléréséhez több éves, kemény munka szükséges, és ahogy a nagykanizsai verseny is mutatja, utánpótlás tekintetében nincs gond. Mindig is hangsúlyt fektettünk a vidéki vívó élet erősítésére, ez a támogatási rendszerben is megjelenik. Igazság szerint a pandémia kezdetekor nagyon sok egyesület úgy látszott, hogy bajba fog kerülni, többen fordultak hozzánk segítségért, amennyire lehetett és a költségvetésünk engedte, egy emeltebb szinten próbáltuk őket átsegíteni a nehézségeken, illetőleg a versenyrendezések odaítélése az többnyire azért igyekszünk a vidéki egyesületekhez adni, ami őket általában a helyi erők pici szponzorációs segítségével azért jó helyzetbe tudja hozni. A vasárnapi csapatversenyek is jó hangulatban teltek. A hazaiak a 8. helyet szerezték meg.